A Báthoriban a divattervező és dekoratőr képzés egy teljesen új ágazat, így ez az eredmény komoly sikernek számít, hangzott el a sajtótájékoztatón. A díjazott ruhákat Balog Bianca Viktória tervezte, a hozzáillő doboz megalkotása Ferenc Bernadett nevéhez köthető. Indult ugye a pályázat, fenntarthatóság meg divat témakörben, ugye design témakörben is, és nyilván ebben láttunk egy lehetőséget, hogy pályázzunk, mivel ugye szakmánk miatt úgy gondoltuk, hogy ez egy lehetőség arra, hogy elkezdhessünk valamit. Készült egy kabát is, egy szoknya is, és egy tunika is. Természetfotókból lett csinálva a kettő ruha. Az én szerepem az egyik osztálytársammal, aki most pont nincs itt, az volt, hogy megcsináljuk a ruháknak a díszdobozt, ami saját kézzel készült, tehát minden, ez is újrahasznosított kartonpapírból lett, és hát semmi nem volt megadva, sima kartonpapír volt, mi hajtogattuk össze, mi festettük meg, mi rajzoltuk meg. A fiatalok munkáját Krajcár Béláné és Lóránt Zsolt segítette. A rendhagyó technikával létrejött anyagfelület még új megoldása a hazai divatiparban. A verseny egy adott stádiumában megkerestek, hogy szeretnék a ruhákra a fraktáljaimat feltenni, akkor csináltunk egy gyors válogatást, készítettünk néhány tervet, és tulajdonképpen ezek kerültek beküldésre. De nem ez lett a végleges verzió egyébként, tehát később még sokat dolgoztunk ezen. Számomra is nagy kihívás volt, ugyanis az rendben van, hogy ezek a minták gyönyörűek, meg nagyon tetszik, meg nagyon szép lesz, de azért az utána járás, hogy hol nyomtatunk, mit nyomtatunk, milyen szabás minta, tehát azért ez a tanárnak a feladata volt ehhez, ők még nem tanultak eleget, hogy szépen meg tudják csinálni, úgyhogy segítettem nekik elég sokat. A 10. osztályos lányok úgy tervezik, nem változtatnak a sikeres csapaton, így jövőre is ebben a felállásban vágnak neki az ilyen és ehhez hasonló megmérettetéseknek.